Festéshez készítik elő a fiatal lányok és fiúk a szekszárdi energiaparkban álló hintát. Első körben lecsiszolják a felületet. Mindannyian a szekszárdi önkormányzat alkalmazásában állnak a nyári diákmunkaprogram keretében. Többségük azért vállalt nyáron munkát, mert valamire gyűjt. Van, aki amerikai nyaralásba adja majd bele a fizetését, más márkás sportcipőt kíván venni első munkadíjából. Nike cipő. Csak 50 ezer forint osztani. Lehet, hogy nem az lesz belőle. Nincs, csak így, hogy legyen, és akkor, hogyha kell valamire, akkor van. Máté erősítőre szeretné költeni a 6 órás munkáért járó fizetését. Ez a festés most kifejezetten jó szerintem. Vagyis hát könnyebb, mint amik szoktak lenni ez a lapátolás, megásás. Ez jobban tetszik. Közel 60 diákot alkalmaz a szekszárdi önkormányzat a nyári diákmunkaprogram keretében a 2 hónap alatt. A diákokat nem csak a játszóterek felújításába vonják be, hanem belógó zavaró ágak metszése, levágott gajak összeszedése, homok gerebjézése is a foglalatosságuk közé tartozik. A játékoknak a megkopott felületeit festik vagy mázolják újra, ami látszik itt szembe is, hogy eléggé meg vannak kopva ezek az eszközök, és hát azt festik, mázolják. De ezen kívül még mást is csinálunk, például itt vannak ezek a járólapos dolgok, innen a gyomokat kiszedjük, szemetet szedünk. A nyári diákmunkaprogramban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a tényleges foglalkoztatásukkor már betöltötték a 16. életévüket, és legkésőbb a program befejezésekor még nem múltak el 25 évesek. A maximum napi 6 órás munkáért járó fizetés attól függ, rendelkezik-e a diák szakképzettséggel. Ha van ilyen papírja, akkor bruttó 146 ezer forint, ha nem rendelkezik szakképzettséggel, akkor 112 ezer forint jár a munkáért havonta. Tavaly országszerte közel 30 ezer diák vett részt a nyári diákmunkaprogramban.